to be the man you gotta beat the man austin 316 says i just whipped your ass what is the one quality that you possess ruthless aggression oh! day, in and day out for almost six years i have proved to everybody in the world that i am the best on this microphone in that ring even in commentary Nobody can touch me. Nagy szeretettel üdvözlünk mindenkit, ez itt a pankrációtörténetek történetek legendás pillanatai, és ma a 2000-es évek legelejére utazunk vissza, az attitűd egyik legfurább, leg ellentmondásosabb vadhajtásával fogunk foglalkozni, aminek egy gigapoppa vége. Én Bárt és velem van a doktor is. Sziasztok! Már megszokhattátok szerintem, hogy ha az attitűd korszakról beszélünk, akkor rettentően fura dolgok kerülnek elő, amelyek a nap végén valahogy mégis működnek. Jó példa erre Hunter és Stefani esküvője. Például ugye a bedrogozott van, De nem baj, mert a mai pillanatunknak a dátuma legalább tükrözi ezt a szintű bolondságot, ugyanis 2001. április 1-én került rá sor. Itt vagyunk ugye gyakorlatilag a WWE teljesen nyerekben, most már abszolút, ugye gyakorlatilag már a kockáz zászlót lengetik, ugye a Monday Night már csak az utolsókat rúgó WCW van hátra. Hát konkrétan az ezt megelőző hétfőn jelentette be Shane, hogy ja. the name of the contract does say McMahon, Shane McMahon. Arról miért nem beszéltünk még eddig? Nem beszéltünk még róla? Szerintem arról még nem beszéltünk. Akkor majd fogunk, de mindegy. Szóval egy újabb megmond családi drámak elős közepében csöppenünk, hogyha nem lenne még világos, ami onnan eredt, folyamatosan a családi drámák voltak közöttük. 97 óta folyamatosan, ugye egészen nem tudom meddig gyakorlatilag, ugye azt az egyet bánom, bá akkor Lindának soha az életben nem lett volna a politikai karrierje, hogy volt Hogan knows best, meg minden szar, hogy nem volt meg valóság valóságsó. Hát figyelj, ha ez, ez pár évvel korábban, hogy én nem csinálja meg a politikai karriert, biz, biztos, hogy megcsinálja a networkre. Ezer százalék. Nem Legends House lett volna, Már... hanem ja. izé, Megmen House. Mm, igen. Szóval, a történik pontja. Vince elégedetlen volt a commissionerrel, Mik Fólival, és ki akarta rúgni, mert nem tetszett neki, hogy Fóli egy hatemberes Hallina-szel mérkőzésen veszélyezteti a birkózóinak a testi épségét. Azonban Linda McMahon a cég vezérigazgatójaként, tehát CEO-jaként támogatta Fólit, így ezt nem tehette meg. Vince ezért közölte Lindával, hogy ő el akar válni. Yes. Ettől Linda idegösszeomlást kapott, és utána véletlenül bedrogozták, amitől katatón állapotba került. Most már értitek, hogy miért mondtam azt, hogy legellentmondásosabb és legfurább dolog, de még ennek jön a haba tortán. Mert a sztori úgy folytatódott, hogy amíg Linda katatón állapotban volt, Vince elkezdett egy affért Trish Stratusszal, a Debra -Bui fiatal, akkor éppen alig több mint egy éve debütált pankrátor és olyan dolgokat csináltak, mint hogy nyelves puszikat váltottak egymással a tolószékben ülő Linda előtt, amire Shane és Steph állításuk szerint összenéztek a backstage-ben, és azt mondták, hogy fúj már, fater, bazd meg! Ugye Linda így ült a székben, <laughs> <laughs> és közben, ugye... Ott meg a nyálcsere előtte, Vince Megdris között ó, oh, bakker, tehát ez a sztori is. És, és... és ugye Vince a fiatal idézőjeles gyakornok a különböző dolgokat csinál. Ilyet még nem láttunk! Soha nem fordult elő! Ugye, és aki azt hitte, hogy ugye, aki meglepődött Vince botrányán, annak ezt a szegmest ajánlom megtekintésre. Ugye, a McMahon dokumentumfilm elején föltették, hogy mik a hasonlóságok és a különbözőségek Vince McMahon és Mr. McMahon között. Mint kiderült, ebben nincs semmi különbség Így a kettő között. Uh, szóval Stephanie eredetileg nagyon rossz szemmel nézte ezt az affért, és még babyface-ként meccselt is trissel. Meglepő Meglepően jó meccs is volt egyébként a 2001-es nova auton, de aztán Trish ellen fordult mindenki, és Triss szeretőből szexrapszolga lett ezt így nem mi találjuk ki, bazd meg, ez így lement a tévében. Doesn't make this shit up, ugye? <laughs> és ekkor volt megint az a Dark Side of the Ringes időszak, amikor Trisnek le kellett vetkőznie és ugatni a ring közepén. Mert ugye Vince humor, bazd meg. Ja. Yep. Na, és akkor sén visszatért. Így van. Mindezek után. Mint hőslovag. Mert azt hinnénk, hogy ez a Shane kontra Vince mérkőzés a WrestleMania-n, ez azért zajlott, mert Shane megvette a WCW-t, és ez a szervezetek közötti háborúnak, a hétfesti háborúnak a csúcsa volt. Nem. Nem. Ez egy megbehont családi szappanopera volt. Shane, aki az anyjának a becsületét akarja megvédeni. És közben véletlenül megveszi a WCW-t. És közben véletlenül megveszi a WCW-t, igen. Gyerekek! Ne most tartalom kell egy pillanat szünetet. Na minden a meccs az úgy néz ki, ugye, hogy Vince versus Shane, úgyhogy uh, Shane sarkában ott van a tolószékben lévő Linda McMahon. Meg ott van Trish, Trish. meg ott van Stephanie, Daddy's <laughs> Little Girl pólóban. Így van. És Fólia bíró, azért, mert hogy még mielőtt kirúgták volna, Linda beírta a szerződésébe, hogy egy általán választott meccsen bíráskodhat. Így egy klasszikus WrestleMania volt ez alapvetően. Úgy szokták emlegetni a WrestleMania X-7-t, mint az Attitude utolsó leheletét. És az Attitude legjobb wrestlemania -ját. Ez is igaz de. rá. Korábban már beszéltünk róla, mert ugye ennek a sónak a vége a, a, a nagy törn, amikor Így Austin van. beáll winshez. Így van. Ami meg az attitűdnek a halotti csókja. Ami az attitűd halála volt, és ezt a címet is viseli egyébként az adásunk. Na de, Shane és Vince. Meglepően jó meccs volt. Így van. Legalábbis jobb, mint amire bármi jogalapja lett volna. Hát ugye tudjuk, Vincent ismerik, hogy azért nem egy atléta, de azért tudjuk, hogy történetmesélésben ugye kiváló ugye, képeket tud generálni az öreg. Sém meg ugye próbálkozik birkózót játszani, amennyire tud. Egy valamiben nagyon jó kaszkadőrként. Így van. És hát ezen a mérkőzésen is tényleg mindenféle külső fegyverrel csapkodta egymás Szenész és Vince. Szen keresztül esett az asztalon, ahogy szokott, meg volt Kósztu meg mindenféle szokásos sénféle manőver. És aztán a meccs közben Tris törnölt. Így van. Ellene fordult McMahonéknak, Stefanival kibunyóztak az arénából, de a meccs folytatódott, és Vince szépen berakta Lindát, a ringbe, tehát így kivette a tolószékből, berakta a tolókocsit, belett, berakta Lindát a ringbe, berakta a tolókocsit a ringbe, visszarakta Lindát a tolókocsiba, és most nézd, hogy mit csináljuk a fiacskáddal! És hát amikor éppen Vince magasba emelte a kukát, vagy már nem is tudom, a hogy milyen eszközt, azt vagy. hiszem, hogy kuka volt, amivel le akart sújtani Shane mcmahon -re. akinek ugye azt mondta a meccset felvezető fiútban, hogy soha nem fogok megbocsájtani anyádnak azért, mert megszült téged. <tos> 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 Na, Vince magasba tartja a kukát, Sén előtte ki van terülve a lábainál, és ebben a pillanatban a Houston Astrodome közönsége. Felrobban. felrobban mert Linda megment, föláll a torószékből. És tökörrúgja Vince, aki utána saját maga fejére ejti a kukát, ugye? Vince megfordul azzal a jellegzetes, döbbent Vince fejjel, és Linda. Mmm. -mm, puf. És a legnagyobb grapefruitokba be a rugás Lindától, melyet követően ugye Shane McMahon megnyeri a mérkőzést, és hát tényleg a WrestleMania történetének az egyik legnagyobb popja az, amikor Linda First a talulszékből. Indokolatlan. És a kimenet erről meg ugye nem kell beszélnünk, mert ugye az meg ugye a gyönyörű uh, WWF versus ugye Alliance uh, és az, ugye az Invasion, amiről már beszéltünk sokat nektek. Hát uh, itt ugye az az érdekes, hogy Linda elismerten nem a család legjobb előadója. Így van. Szóval Sé meg ráütött, tehát <laughs> igazából. Tehát ugye, ugye, ugye beszédmódban is, ugye Stefani úgy beszél, mint az apja Vince, Sé meg úgy beszél, <laughs> mint az anyja Linda. Így van. És, és így hasonlítanak egymásra az ellentétes nemű szülők és gyerekek, viszont azért a maga módján Linda is ki tudta váltani a megjelenésével a, a közönségből a reakciókat, pontosan azért egyébként szerintem, mert akkoriban elbírta adni, hogy amit ma már politikusként nem bír eladni magáról, hogy ő a McMahon családnak az ártatlan jó indulatú tagja. Igen. Ez, egy kö, ez akkoriban könnyebben elment, igen. Tíz év, tizenegy év politikai karrier után már kevésbé. Igen. Sikerül, pláne, hogy azért Lindának is volt pár zűrös Balhéja, igen. Ugye a politikában, főleg ugye a támogatásoknak a Hello, terén. Rettendő a... sokat beszélünk Trumpról ebben a lubban. Na és mellé még ugye tényleg az, hogy ugye meg, hogy, hogy, akkor tényleg mindenki sajnálta Lindát ebben a gyökérséggel, amit Vince csinál a szeme láttára. Hát, hát undorító volt, bazd meg! Persze, hogy, persze, hogy mindenki sajnálta gyakorlatilag Vince, amit leművelt, hát a saját gyerekei undorítónak tartották. És akkor csodálkoztak ugye, hogy Vince mérél külön Lindától most. Meg nem. ugye vince a későbbi remek ötletei, amikor Stefani terhes volt, és kitalálta, hogy legyen ő az apa. És a Steph közölte, egy? nem. nem. Ak akkor legyen Shane az apa. Nem. nem. <laughs> ugye. Meg ugye az esküvő előtt ugye birkózanak, hogy hívják. I vagy? quit, a, I quit yeah. Ez a McMahon családi szappanopera, ami tartott éveken keresztül, most konkrétan egy évvel ezelőtt a WrestleMania előtt, a 16-on volt az a main event, hogy a McMahon event, Minden every sarokba. corner. Ja. Na, és akkor most már értitek, hogy miért nem akarunk megmeonokat látni az adásban? Meg különböző autoriti figurákat, meg semmit. Mert csapágyasra lett járatva. Hát bőven, bőven. Azért jó sok nagy popot kihoztak belőle, jó sok nagy pillanatot kihoztak belőle, és ez is ilyen nagy pillanat volt, de köszönjük szépen. Jó volt, szép volt, elég volt. És ez volt a mai pillanatunk. Remélem ma is nosztalgiáztatok egy jót. A következő epizódban ismét a női birkózás zászlóvivőivel fogunk foglalkozni 2000-es évek közepén, a 2010-es évek közepén, de addig is tudjátok, hogy mit kell csinálni. Bizatok a doktorban, mert az viszont tényleg egy feel-good moment lesz. És csak semmi pánik, srácok, and the wrestling is fun. Sziasztok. Sziasztok! Köszönjük, hogy megnézted a videót! Hagyj egy kommentet, meg egy lájkot, és iratkozz fel a YouTube csatornánkra! Ha néznél még egy kis szorítót, itt találd a sorozat lejátszási listáját, valamint a legújabb videó. Az élő adásainkért kövess minket Twitchen, támogass minket Patreonon, valamint csatlakozz a Szorító Klubhoz a Discord szerverünkön. Minden linket megtalálsz a videó leírásában.